Polgármesteren a sajtótájékoztató elején egy kis rövid filmbejátszást láthatunk, ami a Csepeleszé fénykorát mutatta be, hullottak a kosarak, vidám fiatalok sportoltak. Hát ha valaki kimegy a sporttelepre, egészen más láthat, szürkeséget és sokkal többet, amit nem láthat, ami mögötte van. Erről szólt a mai sajtótájékoztató. Hát a mai sajtótájékoztatónak az igazi célja, hogy azok a régi szép idők visszatérjenek. A 21. században a 21. kerület is megkapja arra a lehetőséget, hogy sportolhasson, hiszen ennek az alapítványnak, a Csepeleci alapítványnak például a célja közt az szerepel, hogy a kerület lakossága és gyermekei, és a tágabb értelemben a főváros és agglomerációja, agglomerációjának a sportját, versenysportját, tömegsportját, diáksportját kell szolgálnia. Ma nem ez történik. Igen, de itt az alapítvány szó többször elhangzott, hogy hogyan és miképpen működik, hogy hogyan nem működik, ahogy ön mondta, a csepeliek javát kéne szolgálni. Hát minden szolgál, hogy elmondta, csak azt nem. Az alapítványnak törvényi kötelességei vannak, az alapítvánnyal kapcsolatban a PTK és az ügyészségi törvény, és hát természetesen a BTK is megfogalmaz bizonyos kritériumokat. Én ma arról beszéltem, hogy ez az alapítvány, ennek az alapítványnak a működés és gazdálkodása olyan jeleket mutat, és egyre erősebb és, ahogy fogalmaztam, súnyibb és pofátlanabb jeleket, amelyek engem arra ösztönöztek, hogy a legfőbb ügyész úrhoz forduljak. Az egyik ilyen jel, hogy 2008. február 4-én 8 millió eurós jelzáloga és járulékai erejéig jelzálogjogot és vételi jogot jegyeztek be az alapítvány tulajdonában álló béketéri stadionra és a Hollandi úti kajakkenu telepre a CIP Bank javára. Semmit nem tudunk. Mi az, ami megalapozta ezt a jelzálog és vételi jog bejegyzését, egy kölcsönszerződés? Hova lett a pénz? Mire fordították? Milyen döntés alapján költötték el ezt a pénzt? Ki hatalmazta föl őket erre? És egyáltalán miért titkosították ezt az egész szerződést? Én néhány hónappal ezelőtt javasoltam a képviselőtestületnek, még az akkorinak, hogy kérdezzük meg. És akkor egy ilyen fityiszt mutató válasz jött, hogy semmi közünk hozzá, ez egy magánalapítvány, ne törődjünk vele. Hát ilyet a világ nem látott. Hát ők nem a magáncélokra kapták meg ezt az óriási vagyont, hanem pontosan arra, amit az előbb elmondtam, amit az alapítványi cél megfogalmaz. A másik ilyen döbbenetes, hogy a PTK 74. C pontjának harmadik bekezdése alapján a kezelőszerv, a kuratórium, akik irányítják az életét ennek az alapítványnak és működtetik, abban nem vehet részt az, aki az alapítói jogokat gyakorolja, aki a tulajdonosi jogokat gyakorolja, ezt ugye ki kellene zárni. Hát a mostani kuratóriumban, 5 fős kuratóriumban 4 olyan ember van, amelyik mindegyike vagy tulajdonosként, vagy cégjegyzőként, tehát a menedzsment részeként, vagy a felügyelőbizottság tagjaként, vagy mindegyiként az Indotech csoport több mint 150 céget számoló birodalmához köthető, egyértelműen kimutatható a jogszabásértés, a törvénytelenség ebben az esetben, azt gondolom. Úgyhogy teljesen döbbenten állok, hogy ez egész eddig juthatott. De például azok a cselekmények, amelyek mutatják ennek a Csésziget Investnek, amelyik Podolák Györgytől gyakorlatilag nesze alapon, tessék alapon megkapta a tulajdoni jogok gyakorlását. Ugye emlékszünk vissza, 2007-ben le akarták bontani az 1972-ben nagy ünnepség keretében átadott reflektorokat. Most pedig megpróbálták úgy alakítani az alapítvány alapító okiratát, hogy az alapítványi célok közé becsempészenek egy ilyen gazdasági célt, hogy azt csinálnak gyakorlatilag az ingatlanokkal, úgy értékesítik, illetve úgy adják bérbe, ahogy csak akarják. A ingatlanfejlesztő cégekről van szó, ugye? Hát igen, de ezt szerencsére a cégbíró azt mondta, hogy ne vicceljünk már, hát az alapítvány csak másodlagosan foglalkozhat gazdálkodással, és annak is kizárólag az alapítványi célt kell szolgálnia, tehát a cégbíró ezt megtagadta. De például megpróbálkoztak avval, hogy a Csepeli önkormányzatot az alapítvány megszűnése esetén, mint jogutódot, idézőjelben jogutódot, tehát mint aki megkapja az alapítvány tulajdonjogát, azt megpróbálták kipöckölni ebből az alapító okiratból. Tehát elképesztő. Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, egyre pofátlanabb, egyre sunyibb, egyre keményebb a támadás, és egyre jobban világossá akarják tenni, hogy ők itt az urak. Hát már megszüntették a Csepeleszcé pályán többek között az őrszolgálatot. Most kaptam egy feljelentést, egy feljelentésnek a másolatát, ami arról szól, hogy valaki
az őrszolgálat hiánya miatt be tudott menni egy ilyen edzésre, és ott a mellékhelyiségben gyerekeket molesztálhatott. Tehát ez szerintem elképesztő. Hát menjenek ki, nézzék meg, hogy hogy néz ki ez az egész Csepeles cím. Mire fordították a 8 millió eurót? Mit csináltak eddig? Megvalósult-e az alapítványi cél? Ha nem valósult meg az alapítványi cél, szerintem nem valósult meg, mert az nem megvalósulás, hogy egy ilyen dicső időszakból egyre jobban összetöpörülünk, az nem megvalósulás, akkor meg kell szüntetni ezt az alapítványt. Ez meg az ügyészség dolga. De nem tudom, hol volt az ügyészség eddig. Én többször tartottam sajtótájékoztatót, az ügyészségi törvény és a PTK alapján az ügyészség felügyeli az alapítványokat. De hol volt a csepeli ügyészség? Mit csináltak eddig? Ha nem csináltak semmit, akkor én a főnökükhöz, a legfőbb ügyész úrhoz fogok fordulni, és arra kérem, hogy soron kívüli teljes vizsgálatot rendeljen el ennek az alapítványnak a működés és gazdálkodása kapcsán. Végezetül közeleg 2012. Ez több szempontból is hatalmas ünnep itt a kerületben, a Csepeles életében pedig egy igen szép jubileum év. Vajon milyen csepeli sportpályára, milyen Csepel eszét láthatunk a következő évben? 2012-től kezdő rúgás éve lehet. Ha 2012-re sikerül tisztázni ezeket a viszonyokat, úgy, ahogy egyébként tőlem Orbán Viktor miniszterelnök úr kérte, akkor meg fogjuk kapni a kormány támogatását ahhoz, hogy fejleszteni tudjunk kizárólag sportcélra a Csepeles-ci ingatlanjain, és az a szép boldog és büszke képsorozat, amit itt az elején láttunk és hallhattuk, és ezután is szeretném megköszönni a Wall Street zenekarnak azt a klassz zenét, amit ehhez szolgáltattak, az a valósággá válhat most 2012-ben, a 21. században is.